Az a drága helyzet, hogy Ananász kiment zabálni, meglepő tudom, és amíg rám várok, addig bemutatom a bázist, ugyanis elég sok minden változott így adáson kívül, és most tartanék egy ilyen kis mini base tourt. Itt van egyébként krumpli, van kis aranyos. Ez pedig az én szobám egyébként. Ez itt a legmenőbb ágy, ilyen alterrás. És ez a kép, ez a kedvencem egyébként azok közül, amiket össze tudtunk vadászni. Ez egy easter egg a játék első részéből. Még nincs teljesen kész a szoba, de szerintem már egészen pofás. Itt van ilyen kis nasi fa. Ha megéheznék a halacskáim, bár még nem teljes a szaporulat. Ennek a helyiségnek a célja az még egyelőre tisztázatlan, de minden esetre teleraktam ablakokkal. Itt lehet köszönni a kis lépegetőnknek. Ez itt a terasz. Hát ennek is a funkciója még egyelőre nem teljesen tisztázott. Ha más nem is, arra jó, hogy kimenjünk megnézni, hogy minden rendben van-e a napelemekkel. Meg hogy milyen szép az időjárás, bár az ablakból is látszik. Itt egy gyönyörű bázisunk. Otthon, édes otthon. Motivációs póster. Ez is egy screenshot, amit Ananász csinált. Motivációs póster. Ez itt a lobby, vagy közösségi tér. Hát nevezzük konyhának, ugye itt a hűtőszekrény, a kajaautomata, a drága kávéfőzőnk. Itt egy kép Robinról és krumpliról. Az tök cuki, szintén. Itt vannak ilyen paprikafák. És akkor felmegyünk Ananásznak a lakrészébe. Na, hát az övé sincs még teljesen kész. Nem tudom, hogy pontosan miket terveznek, ilyen tengeri buszos ágynemű húzata van, meg lenyúlt a Frednek ezt a bajusz készletét. És persze a Mercury 2-ről itt egy ilyen csodálatos póster. Tengeri busz, és ilyen idegenes plakát. Szerintem nagyon szép innen is a kilátás. Meg persze egy íróasztal egy képpel, egy pingvingről. És hát persze a kupola. Tovább menjünk. Ez is egy gyönyörű screenshot a sarki fényről, itt pedig ott lehet látni, hogy a bálnót megint virgonckodik, meg ugye a lépegetőnk, fabrikátor, és akkor ez itt a hát földszinti folyosó. Ez ugye itt a nyersanyagraktár, ez már korábban is megvolt, szintén egy gyönyörű screenshot a játékból. És akkor megyünk tovább az irányító szobába. Ez egy nagyon érdekes újítás, amit behoztak a Below Zero-ba, ez az eredetiben nem volt, mert mint az első részében a játéknak. Itt lehet azt is látni, hogy mennyi az idő, hol tart épp a nap, valamint a bázis integritását. Ezt egész pontosan itt lehet megnézni, ugye lehet navigálni a kis térképpel, és akkor mutatja, hogy épp az adott helyiség, ha rámész, akkor mennyi az integritása. Szerintem aranyos. És azt gyanítom, hogyha valami baj van, mondjuk beázik, vagy ilyesmi, akkor esetleg le lehet tiltani. Nem tudom, hogy ez most az energiaellátásra vonatkozik-e, vagy csak úgy lekapcsolja a bázis többi részéről. Azt nem tudom. De szerintem ki is fogom próbálni majd. Lényeg a lényeg, innen kilépünk, ami szintén baromi jó újítás, hogy át lehet színezni a bázist. És a miénk, mivel itt lakunk a Lilliped Islands-en, gondoltam, ezek a színek egész jól harmonizálnak itt az élővilággal, úgyhogy majd mindjárt meg is mutatom kívülről a bázist, ha nem akadnék be. Lemegyünk még egy szinten, ugye itt van a dock, és itt pedig a másik megfigyelő szoba, ami már az első részben is benne volt. Őt őszintén szóval annyira nem szeretem, bár lehet, hogy itt már jobban működik. De nagyon-nagyon lassú, és elméletileg lehet vele ilyen
nyersanyagokat és élőlényeket, tojásokat is akár keresni. Őszintén szóval nem sok hasznát vettük végig. Sőt, még ugye kamerák is vannak hozzá, de ezeket az első részben a cserkészők mindig elvitték. Úgyhogy igazán vagy mi nem tanultuk meg használni, vagy egyszerűen csak, meg úgy látom a hatótávja sem túl nagy, csak 300 méter, az ugye nem valami nagy dolog. Mindegy, azért megcsináltam. Csináltam ugye ablakokat a folyosóra, és akkor megyünk le, és itt van a Zenobszervatórium. Ezt a helyiséget én nagyon-nagyon-nagyon szeretem, ott a kis tengeri busz. Ez, gyerekek, maga a nyugalom és a békesség. Elképesztő. Nem bántam meg, hogy ide jöttünk lakni. Az összes hátrányával, az összes bánával együtt én még mindig nem bántam meg. Csodaszép. Mint egy fantasy. És ott egy kis genya. Ott úszkál. Szóval, hogyha bármelyikünk idegösszeroppanás közeli állapotba kerülne, akkor ide szokott jönni chillelni. Ide raktam még ablakokat. Ez ugye itt a kajafa. Ó. És úgy látom, hogy én itt lekapcsoltam az áramot. Igen. Vissza is megyünk az irányítószobába. Aha. Aha. Ó. Így kapcsolom vissza. Nem teljesen tiszta, hogy ennek mi a haszna, de nagyon állat. Nagyon, nagyon tetszik. Tök komoly. Itt megnőttek a fácskáink, ezek kis belső kert, ilyen nyugis padokkal, itt is lehet chillelni, és akkor ki is megyünk megnézni kívülről a bázist, hogy milyen lett. És hát így is néz ki a bázisunk. Ugye ez itt az alsó rész, az obszervatóriummal. És akkor fölemelkedünk. A dokk, irányítószoba 1. Ez itt egy... ez a raktár. Irányítószoba 2, és ha még följebb emelkedünk, akkor ugye itt vannak a lakrészek, meg ott hátul a másik, csak azt már nem tölti be. Ups. Itt ugye a másik. Szóval kicsit ilyen kékes, zöldes árnyalatban pompázik a drága bázisunk, és persze a kültéri veteményes, amit tele ütetgettem, és a bána már megint itt van. Hihetetlen. Szóval lényegében ennyi lenne, ha jól gondolom, akkor mindent megmutogattam. A másik, ezeket ananásznak már megmutattam. De csináltam kémpinglinget, Pink Jack. Ez jó. És hozzávaló távirányítót ugyebár. Valamint itt is csináltam. Jaj, tudom, mit csináltam. Hát a tengeri busz. Jaj, Bálna, ne gyere ennyire ide. Hallod? Bálna! Jézusom! De miért akarsz bemenni a bázisba? Ó, Jézusom! Most szerencséje van, mert nem akadt be. Miért? Ó, jól a busz, itt a busz. Igen, egy kicsit megnyúlt a busz láthatóan. De azért van, mert több modult is csináltam játékon kívül. Ez itt ugye a dokkoló modul, amire majd rá tudjuk akasztani a kis lépegetőnket. Csináltam még egy tároló modult, mivel hát elég picik a szekrények, és hogy ha elmegyünk ilyen nagyobb lootolásokra, akkor ne kelljen már 5 percenként hazarohangászni, hogy kipakoljuk a nagy bevásárlást. Ez baromi hasznos még szerintem, hogyha az ember survivalban játszik. Ez egy akvárium modul, aminek az a lényeg, hogy kívülről be tudnak úszni a halacskák. És hát itt úgymond csapdába esnek, te pedig innen, úgymond a szekrényből ki tudod venni őket, és hát a fabrikátor modulban aztán megsütni.
És ugye hát az volt a fabrikátor modul, ez pedig ugye az első tároló modul is itt a vezető kabin. Lényegében ennyi. Nagyon kis, jó képű lett a tengeri buszunk. Kis tengeri kukac. Egy nagy problémám van ezzel a tengeri busszal, meg a rengeteg sok moduljával, amit mi már sejtettünk korábban is. Ami nem más, mint az, hogy minél több modul van rajta, annál lomhább szegény. Így aztán tényleg egy valóságos élmény vezetni szerencsétlent. Szóval amíg most ananászra várok egyébként, addig én elmegyek tolni egyet. Hogy addig se töltsük haszontalanul az időt. Ha van szerencsém, akkor átmenve a Purple Vents fele találunk még modult. Nem mint hogyha már így is nem lenne épp elég lassú az a szerencsétlen busz. Hol a busz? Ja, ott a busz. Mindig eltével érek ittem. Mi visít, énekel itt, azt úgy nem tudom. Nagyon furcsa állat lehet. Na, csücsönjünk csak vissza a kemping székbe. Merre megyünk? Arra fele. Viszont ennek a mentén. Jaj. Fú. Takarodjál el magadnak. Ide megpróbálunk beúszni egyébként. Veszünk is valamit. Aha. Nem. Hát akkor nem eszünk semmit. A halacskák elkerültek minket. Metal salvage. Jó. Közben én el fogok tévedni egyébként. Ami nagyon nem lesz jó nekem. Ó, ez kell nekünk. Jó. Azt fogjuk csinálni. Úgy. Szerintem ezt most lekapcsoljuk és hazaspurizunk. Éppen. Sziasztok, modulok! Ó, Istenem, hogy ez már megint itt tekereg. Komolyan. Direkt csinálja. Valójában itt van a szomszédben, épp csak át kellett ugranom. Nem vagyok rá kíváncsi. Nagyon nem. Oké. Valaki magyarázza már el nekem, hogy miért úszok. A hajómon belül. Na végre. Most egy kicsit megijedtem amúgy. Most így hirtelen nem tudtam volna, hogy hova menjek levegőért. Jaj, de lassan vágott a csaja. Olyan lassan vágját, hogy elfogjon el az összes levegő közben, jó? Kérlek szépen. Ezt így akartam kérni tőled. Egy elhagyott PDA. Oh, te kell lesz nekem. Párhuzamos feldolgozó egység. Jó. Visszaúszikálunk levegőért a föld szintre. Ne akadjál bele, légy szíves. Miért nem látom sehol? Ja, persze! Három darab kell.
Fantasztikus. Nagyon boldog vagyok. Bírom, ahogy így beevez a lábával az ajtón. Aha, jó, tehát ez itt nincs semmi. Háj. Visszatért a nanász is közénk. Elkezdett felfedezni valamit. Igen, és megtaláltam a lézervágót, viszont a feldolgozó egységből is három töredék kell, hogy legyen. Itt kb. Semmi nincsen. Tehát átvágtam néhány ajtót, de kb. Aha. A lépcső alatt. Aha. Ott tudsz menni még. Jaj, ne akadjak hogy már bele, légy szíves. Ott. És itt mit tudok szkennelni egyébként? Fém hulladék, fantasztikusan jó. Ja. Jó, persze, zárjam le, hogy megfulladjak közben. Aha. Na. Nagyon jó, de az ilyen reaktorrúd, ugye? Nem, nem az, ami nekünk kell, nem az a párhuzamos. De nem egyébként meg tudjuk csinálni azt a hidraulikus izébizét. Tudom, a híthoz azt is meg tudjuk, azt is meg kéne, és meg is tudjuk csinálni szerencsére. Viszont én úgy látom, hogy a hajóból ennyi ennek a roncsnak, nem? Akkor viszont megyünk a másikhoz, mert az a... Az pukkanni fog mindjárt. Pukk! Amúgy nézd, milyen jól működik az akvárium. Tehát így, ja, egy darab halunk az van. Szerencsétlen egy darab hal, érted? Hát nagyon jó. Ő az egyetlen áldozat, ő az az egyetlen hülye, aki beúszott ide az akváriumunkba. Megáll az agyam. Az van, hogy én nem tudom, hogy merre van a többi roncs, te tudod, ananász? Fényom sincs. Jó, tudod mit? Visszamegyünk a lilipedekbe, és ott van, ahol Margaréta lakik, ott fölötte van egy roncs, nem? Awesome. Annyira jó, hogy megint éjszaka sikerült ide lejönni. Semmit nem látok, de még annyit se. Jaj! Ez váratlanul ért. Erre volt a döglött lilipet környékén, na? Jó, akkor viszont elindulunk erre fele. Ja, hagyjál békén. Mondom, hagyjál. Aha. Vagy ez az, ahol most voltam? Ha igen, akkor én nagyon szomorú leszek. Szerintem ez nagyon az. Hány darabban van ez a szerencsétlen Merkur? Nem hiszem el. Jó, akkor erre megyünk. Szerintem ennek a bajomnak... Hoppá. A másik felén is van egy roncs, emlékeim szerint. Tudod, ahol a lejárat van a kristálképbe, amit elfelejtettünk megjelölni. Uh-huh. Egyébként benyomjuk, mert szerintem lassan közelítünk a csaprágósnak a felség területéhez. És ez probléma? Hát nekem igen, ennyi. Lol. Elgázoltam egy robbanó genyót. Nem mindent, neki így is úgy is felrobbant volna valszak. Hogy ez itt a széle. Aha, értem. Nem tetszik a hangod, mi vagy? Úristen! Milyen? Itt a nagyrenőtt Garnéla. Ja, aha. Jó, érdekes. Takarodjál elfele, jó? Ott van egy modul! Hol üvöltözte álla? Ez a háló modul. Ó, szerintem közelítünk. Van egy olyan gyanú, mert itt már így barlangosodik. Ez
meg azt mondtam. Meg is van! Megtaláltam, ügyes vagyok! Hát... Na. Ja, igen. Ott a bejár. Na, hát akkor be is ússzunk. Mi lenne, hogyha kivágnád? Ja, hogy ez nem lehet. Jó. Ez azért illúzió romboló, gyerekek. Azért baromira. Aha. És már csak azt nem tudom, hogy hány darab roncs volt. De hogyha most megkapjuk a második részletet, akkor biztos van még valahol egy. Csak arról nincs ötletem, hogy az hol van. Aha. Aha, igen. Megvan a második részlet. Jaj. Ó, zene. Jaj. Na. Egy darab szerencsétlen hal, ebbe is egy darab. Fú. Kezdek egy kicsit pipa lenni a játékra. 2 hours later. Szóval megtaláltuk. Sikeresen. Azért utána kellett néznem, hogy hol van. Nagyjából melyik bajom van. Különben nem találtuk volna meg. Az a baj, nem voltam abban se biztos, hogy 3 van, és nem 4. Esetleg. Ha, szerintem valahol itt kell majd akkor bemenni is. Igen. Ó, hát persze. Aha, még egy reaktorrúd. Mire kell ennek ezek a reaktor? Atomreaktorban nyilvánvalóan. Na már nekem izét adjatok, párhuzamos... micsodát? Párhuzamos... One eternity later. Feldolgozó egységet. Hú, jaj, szerencséje, hogy itt egy ilyen hagymája. Hagymája? Kinek a hagymája? Nem értem néha, hogy miket beszélek. Ananász, merre van a kifele? Segíts! Meg fogok fulladni. Arra. És hol a busz? Ó, persze, hogy a másik oldalt jöttem ki. Itt egyetlen hal sincs benne, hallod? Pofám leszakad. Ilyenkor mi agresszorkodik? Energiacella. Olyan hangokat hallok itt, hallod? Hagyma! Gyere ide! Fogd már a mi pofád. Baja van ennek? És egyáltalán mi ez? Úgy bezzeg nem lehet bevenni. Aha, ott van. Balra, falban. Le kezd kennelni. Ó, na végre. New blueprints to build. Hát igen, feltéve Robinkám, hogyha nem murdelünk meg. Te ére hallod. Ezt nagyon adom, hogy így megfelezték a szigetet és csináltak ide egy ilyen kis átjárót. Ez nagyon praktikus. Féltem, hogy meg kell majd kerülnünk az egészet, mert pont ugye a másik oldalán van az, amit keresünk. Ja, hogy csak ennyi? És ezt kerestük egy csomó ideig? Emlékszem, hogy mennyit kacsáztunk itt körbe legelső alkalommal. Most megint mész körbe. Körbe mész! Hoppá! Melegítsél, virág! Melegítsé már! Használhatatlan. Balra! Oké. Okay. Nem, várjál, francokat, jobbra. Azért, én az előbb mentem az előbb is. Mármint, hogy erre mentem az előbb. Ja, úristen, hogy itt is egy barlang. De várjál, most ez ugyanaz. Jaj, biztos? Igen, Jézusom. Utálom ezt a szigetet, mondtam már? 1 hour later.
Jó, Istenem, mire ezt megtaláltam. Ha? Mekkora cucc? Porszívó. Back to the terminal. Aha, jó, menjünk vissza a terminálhoz, Robin azt mondta. Közben megfagyunk egyébként. Melegíts! Kösz! Do it. Please work. És most? Köszönjük, Ellen. Nekem is ez a véleményem. Ezt most vegyem Bóknak amúgy? Nem. Ezt idézőjelbe értette. Hát de nekünk hasznos, mert Margaréta megkért rá. Hát jó, oké, de most ennek így. Ó. Ó, fel is hívott. Ha honnan tudja a számunkat, ez para. Alright, Altera. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Oltás, megyünk Margarétához.